Adjon az Isten! Tavaly ezen a napon, ezen a színpadon elmondtam, hogy kik vagyunk. Idén azért jöttem ide, hogy elmondjam, mit akarunk. Tavaly ezen a napon, ezen a színpadon elmondtam, hogy új politikai generáció született, a 2006-osak. Most azért jöttem, hogy elmondjam, mit akarunk mi, 2006-osok generációja. Fontos tudni, hogy a politikai generáció nem azonos az életkori generációval. Mert míg az utóbbiakat csak az köti össze, hogy egy időben születtek, addig a politikai generációt a közös történelmi élmény, tapasztalat és a közös politikai program, a közös terv, a közös akarat kovácsolja egyé. Közöttünk, 2006-osak között, hála Istennek nagyon sok a fiatal. Sőt, örömmel tudom azt mondani nektek, hogy a 30 év alattiak körében Magyarországon a Jobbik a legnépszerűbb. De a fiatalok mellett itt vannak velünk az örök fiatalok is, akiket meggyötörtek ugyan az elmúlt évtizedek, de nem törtek meg. Akiket ugyan számtalanszor elárultak, de ők mégsem árulták el egyszer sem a hazájukat, sem a nemzetüket. Akik még soha semmit nem kaptak, és mégis mindig adnak ennek a nemzetnek. Ez az összefogás, ez az elegy a 2006-osok generációjának ereje. A tapasztalt, becsületes, idősebb generáció, a bátor, életerős középkorosztály és a radikális magyar ifjúság. Így vagyunk mi, a 2006-osok. Köszöntelek benneteket itt a Deák téren 1956. évfordulóján 2006-os politikai nemzedék. A történelmünkben mindig is voltak olyan generációk, akik nem csupán megszülettek, majd meghaltak, hanem olyanok, akik ennél valami jóval többre vágytak, jóval többet akartak. Akiket, amikor a történelem súlyos kérdést tett föl nekik, nem fogott el a félelem. Akik voltak elég bátrak, hogy a történelem kérdésére válaszoljanak. A történelem, a sors, vagy ahogy mi hívjuk, a Jóisten pedig mindig felteszi a kérdést. Nekünk magyaroknak pedig 500 éve ugyanazt az egy kérdést ismételgeti. Rabok vagy szabadok? Rabok vagy szabadok? És ezelől a kérdés elől sokan elfutnak. Azt mondják, hagyjanak békén, hagyjanak élni. Ne zavarjon engem senki, pláne ne a történelem. Ők lesznek az elveszett generációk. Léteznek, de nem élnek, beszélnek, de nem mondanak semmit, cselekszenek, de nem tesznek. A legszörnyűbb, ami elmondható róluk, hogyha nem lettek volna, föl sem tűnnének. Ám vannak generációk, azok a politikai generációk, akik többre vágynak, akik válaszolnak a történelem kérdésére, akiknek kevés a hétköznapi létezés. Akik nem csupán azt akarják, hogy róluk szóljon a történelem, hanem azt ők akarják írni. Akik nem csupán a kocsmában, vagy otthon a puha fotelben hangosak, hanem az utcán, a harctéren és a nagy pillanatokban is van véleményük. Mi ilyenek vagyunk. Mi, a 2006-os generáció, ilyenek akarunk lenni, mi nem fogunk elfutni a sorsunk elől, bármi is legyen az. Nem elégszünk meg azzal, hogy beleszülettünk a történelembe, hanem azt a kezünkbe akarjuk venni. És nem elégszünk meg azzal, hogy magyarnak születtünk, föl akarunk nőni magyarrá. És kimondjuk azt is, nem akarunk olyan aljas, áruló és hazug politikai generáció lenni, mint a 89-esek. Nem akarunk Demszky Gáborok lenni. Nem akarunk Bajnai Gordonok lenni.
Nem akarunk Gyurcsány Ferencek lenni. És nem akarunk Orbán Viktorok sem lenni. Ők ugyanis minden felszíni különbségük ellenére egyetlen egy gyakol, egy politikai generáció, a 89-esek. Azok a 89-esek, akik eljátszották a történelmi lehetőségüket, akik elhazudták a rendszerváltozást, akik elhardálták a nemzeti vagyont, akik eladósították az országot és az embereket, akik hagyták tönkremenni a magyar gyárakat, munkahelyeket, kórházakat, iskolákat, akik megalázó feltételekkel betoloncoltak bennünket az Európai Unióba, és még most is benne akarnak bennünket gyömöszölni, benne akarnak bennünket tartani, amikor az már Európai Egyesült Államokká alakul. És azok, akik most is, amikor a magyar föld az utolsó kincsünk végveszélyben van, cselekvésképtelenek. Nekünk, 2006-osoknak hozzájuk semmi közünk. Velük semmi dolgunk. Csupán egy dolgunk van velük. Egytől egyig, mindegy szálig eltakarítani őket a magyar közéletből. Ez az egy dolgunk van velük. Mi, 2006-osok, 1956 igaz örököseinek valljuk magunkat, programunkat pedig ez alapján írjuk. Ha kell tollal, ha kell vérrel. Ma, 1956, 56. évfordulóján, ezért azt üzenjük a 89-eseknek, takarodjatok! Takarodjatok végre, mert 22 év bőven elég volt belőletek. Elég volt belőletek, mert most, ebben a történelmi pillanatban, amikor az utolsó kincsünk a magyar föld védveszélyben van, álmegoldásokkal szaladgálnak. Kezdetektől fogva tudni lehetett, hogy az Európai Unión belül szinte lehetetlen megvédeni a magyar földtulajdont. Kezdetektől fogva tudni lehetett. Mégsem tettek semmit. Már a legelején külön elbánást kellett volna kérni, követelni. Már a legelején el kellett volna érni, hogy a tőke szabad áramlása alól kerüljön ki a magyar föld. De nem tették. Gyáva volt Horn, gyáva volt Orbán, és gyáva volt Medgyessy is. Sőt, nem csak gyávák voltak, de hazaárulók is, mert nem is akarták igazándiból megvédeni a magyar földet. Ők nem a magyar emberek megelégedésének örülnek, nem nekünk, magyar embereknek felelősek. Ők attól olvadnak el, az okoz nekik izgalmat, ha Brüsszelből kapnak egy piros pontot. Ha azt megkapják, akkor tojnak a magyarra. Mondanak persze szépeket, nagyívű történelmi beszédeket, farigcsálnak alaptörvényt, de tudjuk nagyon jól, hogy náluk nem azt kell nézni, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy mit tesznek. És mi nagyon jól látjuk, hogy mit tesznek. Tesznek az országra, és tesznek a magyar földre is. Alig több, mint egy év, és a magyar föld külföldiek kezébe kerülhet. És ne higgyen senki a Fidesz nagy szólamainak, hogy ez a törvény, ami a parlament asztalán van, majd így meg úgy megvéd bennünket, mert ez csak annyira igaz, mint Orbán Viktor eddigi ígéretei. 1 millió munkahely, 2 hetes közbiztonság, elszámoltatás és gazdasági szabadságharc. Az igazság az, hogy a magyar földnek jelenleg nincs alkotmányos védelme, mert amikor a Jobbik ezt a parlamentben név szerinti szavazáson kérte, az összes fideszes képviselő leszavazta. És az a jogszabály, amivel a parlament asztalán a Fidesz előállt, ez nem nyújt törvényi védelmet. Ez akkora akadály lesz csak csupán az idegen spekulánsok előtt, mint nyitott ablak az éhes szúnyognak. Ha vért akar szívni, egyszerűen belepül rajta. A magyar föld pedig kiváló falat. Nagyon jó minőségű,
európai viszonylatban rettenetesen olcsó és teljesen védtelen. Hülye lesz az a külföldi, akinek ez nem fog feltűnni. És tudjuk jól azt is, hogy ez a nagy lehetőség, a mi földünk nagy lehetősége nem csak minden Európai Uniós tagállam polgára számára nyílik meg, de megnyílik a Fidesz kormány és az MSZP által közösen elfogadott társulási szerződés révén Izrael polgárainak is. Még néhány hónap, és mi leszünk az új Palesztina. Lehetnénk, de nem leszünk. Nem leszünk, mert ebben az országban nem csak 89-esek élnek, ebben az országban itt vagyunk mi is. Itt vagyunk mi is, 2006-osok, és ezt senki ne felejtse el senki, hogy Attila unokái nem lesznek rabszolgák a saját hazájukban. Lehet, hogy Brüsszelnek nem fontos a magyar föld. Lehet, hogy a Fidesznek és az MSZP-nek csupán adható, vehető tőketárgy. De nekünk 2006-osoknak a magyar föld szent és sértetetlen. Az a szabadságunk utolsó, még megmaradt alapja. Az a talpalatnyi föld, amelyre felállhatunk és kiúszhatjuk magunkat. A magyar élet utolsó záloga. A vérrel szerzett és vérrel védett tulajdon, amelyből egy rögnyit sem engedünk át külföldinek. Ezért ma, 1956. 56. évfordulóján azt üzenjük az EU-nak, és azt üzenjük a 89-eseknek, a magyar föld nem eladó. Minden egyes piszkos kezet, amely a magyarok földje után nyúl, el fogunk törni. Ilyenkor október 23-án mindig fölmerül a kérdés, hogy volt-e értelme 1956-nak? Volt-e értelme annak, hogy maroknyian felvettük a harcot, a szabadságharcot a világ akkori legnagyobb hadseregével? Volt-e értelme annak, hogy százezrek a nemzet színe java elmenekült a hazájából? A kérdésre általában azt szoktuk válaszolni, igen, volt értelme, mert örökül hagytak nekünk valamit, valami értékeset, amelyből meríthetünk. Én is már nagyon sokszor elmondtam, ha nem lettek volna pesti srácok, akkor én sem lennék. Nem lenne kihez visszanyúlnom, évszázadokat kellene visszafelé kutatnom, hogy találjak valami fogódzót. De hála Istennek, voltak 56-osok, és hála Istennek még mindig vannak 56-osok. Van kikre büszkének lenni, van kikhez visszanyúlni, van kikbe kapaszkodni. De ettől a kérdés még nincs lezárva. A volt-e értelme kérdés ettől még megoldatlan. Mert szép, hogy visszanyúlunk az emlékükhöz. Szép, hogy megfürdünk az ő dicsőségükben. De van-e értelme és volt-e értelme az ő harcuknak, ha mindemellett az összes céljuk, amelyért az életüket adták, itt a szemünk látára elveszik? Mi 2006-osok, tegyük már föl a kínzó kérdést. Ezért a nyomorgó rabszolga Magyarországért? Ezért haltak annyian meg? Annyi pesti srác? Ezért a nyomorgó rabszolga Magyarországért lett mártír Mansfeld Péter és annyi szabadsághős? Ezért a nyomorgó rabszolga Magyarországért adta át nekünk Pongrácz Gergely 56 lyukas zászlaját? Ezért? Nem ezért. Nem és nem. Ők nem ilyen országról álmodtak, nem ilyen országért adták az életüket, nem ilyen országért harcoltak, és mi sem ilyen országban akarunk élni. 1956-nak valódi értelmet ezért mi tudunk adni? Mi tudunk adni 1956-nak valódi értelmet, ha nem csupán emlékezünk az ő céljaikra, programjukra, álmaikra, hanem akkor a lyukas zászlót fölvesszük a sárból, kezünkben magasra tartjuk, és tűzön, vizen, mindenen keresztül elérjük az ő céljaikat, és szabad, független, igaz Magyarországot teremtünk. Igazságot Magyarországnak, szabadságot Magyarországnak, életet Magyarországnak. Ezt a hármat. Szabadságot, igazságot és életet. Nem többet, de semmivel sem kevesebbet.
Tudom, hogy mindaz, amit ma elmondtam a híradásokban, vagy sehogy, vagy torzítva fog megjelenni. De nem érdekel. Nem érdekel, mert nem vagyok egyedül. Egy jobbikos ugyanis sohasincs egyedül. Mindig számíthatunk egymásra. Ti számíthattok rám, hogy a harcot soha fel nem adom. Hogy megyek előre, amíg tudok. Számíthattok rám, hogy sem megfélemlíteni, sem megvenni, sem eltéríteni ettől a programtól nem fognak soha. Én pedig számítok rátok, hogy mindegyikőtök egy-egy két lábon járó média csatorna lesz, amelyik elviszi az ország minden szegletébe, hogy van kiút, hogy van megoldás, hogy van jobbik. Amíg a képernyőn, a hasábokon és a rádió hullámokon majd hazudnak, reggel, délben meg este, addig ti szemtől szembe, magyar ember módjára vigyétek el az igazságot minden magyar embernek. Ehhez legyen kellő erőnk, kitartásunk, bölcsességünk, alázatunk és türelmünk. Köszönöm, Uram, hogy magyar vagyok. Köszönöm, Uram, hogy 2006-os magyar vagyok, hogy ebben az időben élhetek. És köszönöm nektek, hogy közétek tartozom.